El a kezekkel GVM-től. Egy veszőn bukhat az állam. Apáti Bencének nem biztos, hogy igaza van. Furcsa lény tűnt fel Las Vegasban. Na jó, itt vagyunk, szevasztok, hogy vagytok? Visszatértünk. Pénteken ugye vidám péntek volt, amit aki nem nézte meg, az szégyelje magát, mert a kommentek alapján az eddigi egyik legjobb műsor volt. Imádják az emberek a vidám péntek búcsúztató adást. Hiánypótló, érdekes témákkal, úgyhogy aki nem nézte meg, az mindenképp adjon neki egy esélyt. Több komment jött hozzá, mint kb. Minden videónkra, pedig igen, kevesebben nézték, de egyszerűen annyira imádják az emberek. És annyi like is jött, mint egy videóra, szóval hogy lehet, hogy kevesebben nézik meg, de azoknak tetszik is, és nem csak megnézik és leszarják, nem csak a háttérben fut. Pótoljátok be. Emlékszel meg azokra az időkre, amikor mindig írtak, hogy ez volt az eddig legjobb rész? Nem. És közben volt egy olyan komment is, hogy ez eddig legrosszabb. Mindegyes videóban. Most is folytatom az új fókusz csoportnál. Ez mindig van. Megnézi 100 000 ember, ott lesz, akinek ez a kedvenc része, mert valamiért közel áll hozzá. És lesz, akihez nagyon távol áll, és be fogják írni, hogy nem. Pedig csak azt kéne beírni, hogy ez volt eddig a legjobb, és ez mindig. Igen. Ez egy jobb mém lenne, nem? Mint a... Most már kezd lehalni a csokinak, igaza van? Már nagyon uncsi, nem? Hát nem tudom. Vagy most te még imádod? És hisz... Hát én nekem mindig jól esik, de én is, ne, tudom, mond, én is nem... tudom, hogy nem így van. Nem mondd ezt, mert akkor ez lesz, bazzaj. Továbbra is. Én voltam a hosszú hétvégét Amsterdamban töltöttem, csak elszomorítottam úgy. Olyan szar volt a migráns hordák, a gender propaganda. Amúgy az biztos, hogy ez egy lipsi hely. Amsterdamiak felfogása az életről egy kicsit közelebb áll hozzám. Kicsit szabadabb. A kurválkodás és a kábítószerek? Hát nem csak az, de amúgy az is. Vagy az, hogy élhetők a városok. Amúgy koncert miatt voltunk kint, a National a kedvenc zenekarunk kb. Az Orsival, és fantasztikus volt. 2,5 órás koncertet nyomtak, mindenkinek ajánlom, hogy életében egyszer National koncertre menjen ki, csak meg se szólalj, tudom, hogy te utálod. Az a menő zenekarként eljutni ide, hogy már van 10 lemezed, és látszik, hogy az ilyen klasszikus zenekar, hogy mindegyik 2,5 órás koncertjük más a setlist teljesen. Londonban nyomtak 2 napot, mindkettő 2,5 órás koncertot, és nem volt egy szám semmi egyezet. Az ezért már diszkográfia, amiről úgy tudsz lenyomni egy 2,5 órás koncertet, hogy másnap egy teljesen más setlisttel mész. Az is jelenti, hogy nincs egy jó számuk se, nem? Azt jelent. De elmennék egy Sum 41 koncert, és nem játszanánk a Fat Lipet, akkor gecilöges lenni. Hát igen, igen, értem. Tankcsapdán nem játszanák a bazd meg. Nyilván itt is van a slágerek, amik emiatt kimaradnak, de hát, hogy egyszerűen bármilyen albumról elő tudnak venni egy csomó számot, és az emberek ismerik és szeretik. Szóval ez más, amikor valakinek van 3 slágere, és akkor még hozzá kell toldani még 7 számot, hogy valahogy kihúzza a koncertet, és akkor ugyanazt lejátsza mindenhol. Ez szerintem kurva menő amúgy. Mindegy, azt akartam mondani, hogy én először voltam Amsterdamban, és már nagyon sokat volt, mert egy barátnője kint lakott, és akkor sokat meglátogatta. De hogy mondjam, dob mennek a rémálmon. Mert elmegy vásárolni pipadohányt, meg töltősz cigarettát. Emberek egymást érik a biciklivel, ahogy mennek le a dohányból. Azt, hogy egyszerűen nem autóra van optimalizálva, alig látsz autót, csomó helyre ugye nem is lehet menni, a kanálisok vannak. Bicikli utak mindenhol vannak, és mindenki inkább biciklivel jár, gyalog, vagy tömegközlekedéssel. Tömi. Szóval az autó nagyon kevés helyen parkolhat, kevés autó van, és képzeld, élnek az emberek, és tudnak menni helyekre. Pedig én ma busszal jöttem be, és kicsit a felújítás miatt megéreztem, hogy milyen volt régen buszozni Budapesten. Igen. Egy felújítás miatt beterelték a buszt ugye a sima sávba. Érezhettem, ahogy így állunk a dugóban. Már érdekes volt. Én megértem, hogy ez a dop mennek, ez egy ilyen... Buszsáv van amúgy. Hát már több van, mint régen. Amerre én járok, szinte mindenhol. Én megértem a dopment, hogy ő szereti ezt, csak nem mindenki szereti ezt, hogy áll a dugóban. Ja, az is jó hangulat. De mindegy, szóval elképesztő, hogy mindenhol tudsz sétálni, mindenhol a biciklivel mennek, azt hiszem valami 800 ezer bicikli van. Meg mondták, hogy a kanálisokból évente, nem tudom, 20 ezeret húznak ki, mert a részeg turisták bele dobálják. Ja, én is hallottam valakiről, aki bele akar dobni egyet, hogyha minden igaz. Az maga, hogy ez a város mennyire nem a kocsik vannak középpontban, és aztán visszajössz ide, és így, hogy szeretem Budapestet, de az, hogy így vagy autók, vagy az autók parkolójára van optimalizálva, az egyszerűen elképesztő szörnyű, hogy így hány sétáló utca van Budapesten? Egy?
Kettő? És nem csak itt fura ez, mert bárhol jársz külföldön, ezt látod. De? Hát azért nem bárhol. Hát nem, egy csomó helyen, ahol jársz, ezt látod, de akár mondjuk elmentünk ugye Miskolcra, és ott is milyen hosszú, szép sétáló utcájuk van. Egy csöpp Európa Miskolc igen. szívében. Szóval Miskolcnak több a sétáló utcája, mint Budapestnek, miközben nem hiszem, hogy nagyobb. Valószínűleg nem nagyobb, igen. Szóval ezt nem kell külföldre sem menni, hogy ezt megéld. Igen, hát egy liberális ország az biztos, meg mindenféle van, még nem omlottak össze de ennek ellenére. De... Én nem tudom, ez megint miért kell amúgy ezt belekavarni. Nem úgy liberális, mint itt tudod, ahogy a Fidesz mondja, hanem úgy, hogy ilyen elfogadóbb, nyitott ország. Amúgy a hangulatán látszik, amúgy, és ezt ez adtam. Én inkább úgy érzem ezeket, hogy emberközpontúbbak, hogy arra van mindenki építve, hogy te amúgy ne érezd magad szarul, hogyha ott tudod, élsz. Tudod, mi segít még valószínűleg az, hogy mondjuk, hogy Budapesten valószínűleg az, hogy ennyire vízfejű az ország, és ide jön be mindenki dolgozni. De ugye Hollandiában, Amsterdamon kívül nagyon sok ugyanakkora vagy hasonló város van. És ezért nem kell mindenkinek egy vízfejbe bemennie reggel, és elmennie este, és valószínűleg ahhoz, hogy ezt megoldjuk, hogy egy kicsit emberközpontúbbak legyenek a városok, az kell, hogy ne legyen ennyire vízfejű az ország. Igen, ez egy nagyon jó dolog lenne, hogyha nem lenne ennyire vízfejű az ország, és most ez alatt a 30 év alatt azért lehetett volna ezért tenni, hogy ez ne így legyen. Gondolkoztam, hogy vajon mi kéne az, hogy mondjuk itthon összedugják a fejüket az emberek, és akkor így megvalósítani, hogy na, hogy lehetne élhetőbb az Eretekváros. Mert szeretjük Budapestet, meg most mindjárt jönnek a kommentekben, gondolom, valahogy néznek mindig emberek, akik utálnak minket, és alig várják, hogy belénkössenek. Majd írják, hogy miért nem költözök Amsterdamba, meg minden. Szerintem attól, hogy látod, hogy mi a jó példa, meg hogy milyen jó példákat lehet megtanulni, és hazahoznád a saját szeretett otthonodba, ezt szerintem ez egy jó dolog. Ahogy mondták az Átkosban is, hogy oda kinyugaton nem veri le a vesélet a rendőre, el lehet költözni. Hát el is költöztek sokan. Ez, hogyha jól emlékszem, ez ilyen Gyurcsány tempó, hogy azt mondani, hogy nem tetszik? El lehet menni. Tessék! Amúgy Budapestnek is biztos vannak olyan részei, amik szerettem olyan Budapestet, csak látod, hogy mennyiben lehetne fejlődni, és azon gondolkoztam, hogy mi kéne az, hogy ez összeálljon, és valószínűleg erre várhatok, mert Budapest más politikai elköteleződésű, mint a kormány, ezért egymást gáncsolják, ahogy lehet, és valószínűleg ezt úgy lehetne csomó dolgot így elindítani, pozitív változás, hogy összeülni jobb baloldal minden párt, Budapest vezetése, meg a kormány, és azt mondják, hogy akkor tűzünk ilyen 20-30 éves célokat, és akkor azt nyomjuk. Hát igen, de itt ez szerintem nem az ellenzéki kormány szembenállásról van szó, hanem politikai elit, meg amúgy az emberek érdeke szembenállásról. Ez soha senkit nem érdekelt az elmúlt 30 évben kb., hogy lehetne jobb ez az ország, meg senki nem gondolkodott 10-15 éves tervekben, és nem is fog. Amíg nem jön egy olyan elit, aki mondjuk nem is tudom, azt szeretni, hogy mindenkinek egy élhető ország legyen ez, meg élhető város, addig nem lesz. Azt mondják, hogy ez naív. Nem azt mondtam, hogy ez most szerintem meg fog valósulni, hanem hogy mi lenne az ideális. Az első lépés az, hogy korlátozni a politikai szerepvállalás idejét, és irdatlan módon szigorúan szabályozni a korrupciót. Abból szerintem most tanultunk, hogy most rendesen megfizetném a politikusokat, de nagyon-nagyon-nagyon büntetném a korrupciót, valami független bizottság is kéne, ami ezt kivizsgálja. Nyilván egy csomó más dolog kéne, de akár ki nyer, akárhol, az kéne, hogy összeülni, és hosszú távú célok. Megbeszélni. Itthon már tolóckodnak, mert azért hát 4 év, azt kell kihúzni, aztán majd kitálni, hogy mi lesz a következő 4 évben. Pedig itt van egy egész országnak a erőforrása, és nem annyira csodálatos feladatnak gondolnám, és azt kéne, hogy ők is annak gondolják, hogy kitalálni, hogy ebből hogy lehet hosszú távon még nagyon jót csinálni. Amúgy erre elvileg vannak példák más országokban. Hogy most megsértődtek a kommentekben, mert hogy dolgozzak ki valami konkrétat. Rendben, hogyha majd megfizetnek ért és megválasztanak, ki dolgozok valami konkrétat. Most hagyd nekem egy YouTube műsor első 10 percében rögtön egy konkrét gazdasági tervvel előállom. Akkor, igen. Nem, hogyha megválasztok, az már talán kicsit később. Igen, nem, hogyha indulok. De... Hogyha megválaszt téged a Gyurcsány, hogy te lehessél. Szerintem az azért nem egy ilyen idealista humbuk, hogy hosszú távú célok kitűzése, de úgy, hogy 20-30 évre, és nyilvános. Szóval utána, ha a következő megválasztott ember ellene megy, akkor tudja mindenki, hogy de hát ez ki lett tűzve hosszú távra, miért mész ellene? Hogy azon is gondolkodom,
gondolkoztam, hogy olyat lehetne, hogy egy kormánytól független erőt bevezetnék, aminek az a cél, hogy minden átlátható legyen, és az állampolgárok tudják, hogy mire költik a pénzt, miken folyik át. Nyilván a kormány hosszú távon majd próbál nem adni minden infót meg, de neki meg az a feladatuk, hogy ezt kikényszerítse. És olyan jó jogkörük van, amivel ezt meg tudják csinálni. Hát ezekről szinte mindegyikről részben beszéltünk már, de én teljesen egyetértek veled, hogy átlátható legyen minden, az egy kurva fontos dolog lenne, de amúgy azt mondani, hogyha te lennél hatalmon, akkor te megegyeznél mindenkivel, hogy akkor mi legyen. Nem egy biztos, ilyen... hogy meg tudsz engedni, de legalább el kell kezdeni. Szerintem nem az van, hogy ja, hogy ott 10 év fideszes nyert, hát akkor gáncsunk, ahogy tudunk, hanem az, hogy jó, akkor attól még egy ország vagyunk. Igen, de Ádám, ez most amúgy megvalósult papíron. Ez nagyon papíron? Hát ott van az alaptörvény. Abba ki van jelölve, hogy ez az ország ennek milyennek kell lennie, milyen irányba megyünk. Nem járul hozzá valójában ahhoz, hogy jobb legyen bármi is. Milyen irányba megyünk. És akkor megjöttem a reptéren, ki volt írva. Mi is volt előre? Nem, az volt kiírva reptéren, hogy a családbarát Magyarország, ki volt írva minden nyelven. Uh-huh. Ott volt rögtön románul, angolul, németül. Hogyha nem tűnt volna föl, mert lehet, hogy nem tűnik föl, Magyarország családbarát. Ez így ki kell érni, mint hogyha egy ember így menne az utcán, és ordibálna, hogy nagy a faszom, akkor lehet, hogy azt gondolom, hogy hát ennek nem biztos, hogy nagy a faszom. Én csak azt mondom, Ádám, hogy erre már vannak amúgy megoldások, hogy hogyan lehet egy olyan rendszert kialakítani, ami azt honorálja, hogyha valaki nem korrupt, próbál ezekért a közös célokért tenni, mert Nyugat-Európában se arról van szó, hogy ahol mondjuk kevesebb a korrupció azokban az országokban, nem arról van szó, hogy ott az emberek jobbak, mint itt, hanem az egyszerűen a rendszer úgy van kialakítva, hogy nem annak lejt a pálya, aki korrumpálódik, hanem annak, aki nem korrumpálódik. Az fizetődik ki hosszú távon. És akkor a pszichopaták is ugyanúgy benne lehetnek a politikában, mint ahogy nálunk is benne vannak, meg a számító mindenféle karrierpolitikus görények, bár igen, igazad van, hogyha 8 évig maradhatna mindenki, és utána el kellene takarodni, az mindenkinek előnyös lenne, de, hát, hogy de hogyha az alatt a 8 év alatt is nem a saját meggazdagodását kéne szem előtt tartania, hanem azzal előrébb jutna, hogyha az ország javát nézné, egy ilyen szabályozás biztosíthatná azt, hogy folyamatosan valahogy előre haladjunk, és ne mindenki csak arra kormányozza a hajót, ahol egy kicsit több profitot tud hozni magának. Mert ez volt a Fidesz előtt, 10 előtt, most meg már intézményesülve ez van. Hát az a baj, hogy nyilván nagyon összetett probléma, és ideálisan elképzeled, és nagyon sok dolog jönne szembe, hogy nem olyan egyszerű ezt megcsinálni, de attól még legalább, még hogyha szembe is jön a valóság, de tartod magad ahhoz, hogy hosszú távon közösen elérni dolgokat, akkor azzal már még mindig sokkal előrébb lennénk, mint ez a nyerészkedjünk, és mindenki vigye a magáét, azt szaladjunk, amerre látom. Hát erre lehetne a népszavazás intézményét használni, hogyha még lehetne népszavazást kiírni, de ugye most már nem lehet népszavazást kiírni, a Fidesz megakadályozza. A választási bizottság olyan emberek ülnek, akik tudják, hogy mit lehet átengedni, és mit nem. Hogyha érdekelne titeket, hogy miért nincs mostanság népszavazás csak a melegekről, vagy a migránsokról. Csak olyan szomorú látni, hogy tök jól működik ott valami, és hogy nem látom az esélyét se, hogy abba az irányba változzon az ország, hogy ilyeneket átlehessen. Amúgy tegyük hozzá azt is, hogy valószínűleg nem látod az ottani problémákat, hanem csak azt látod, hogy kimész a mindennapokban. Nem azt mondtam, csak ez teljesen más téma, és nem kell mindig a direkt. Azt mondtam, hogy ott is rengeteg probléma van, csak az, hogy amit eltanulhatnánk külföldi országoktól, mert lenne mit, arra sincs semmi esély, hogy mostanában nem látom azt, hogy még csak megfordulna a fejekben sem, és hogy kitűznenek hosszú távú célokat, hanem azt látom, hogy az a retek, ami van, az csak szarabb lesz. De én nem vagyok benne biztos, hogy mindenhol külföldön a hosszú távú célok kitűzésével jutottak el idáig. Lehet, hogy például Hollandiában a gyarmatok kizsákmányolásából összeharácsolt iszonyú pénzek, azok sokat segítettek ebben, hogy nem volt egy 50 év ilyen kommunista részén. Ahogy nem autóközpontú egy város, ez nem a pénzem múlik, hanem a hozzáállásom. Figyelj, részben azon is múlik, mert pénzből építesz bármit, szóval... Nem drágább egy bicikli út, vagy nem tudom, mire célzol ilyenkor. Ez nem lehet mindent erre fogni, hogy neki könnyű, mert ők kizsákmányoltak mindenkit több száz éve. Az... És akkor ezzel takarózhatsz, mint a Bedő Imre, hogy mindenkinek kurva könnyű volt Európában, és csak nekünk szar. De én nem azt mondom, hogy csak nekünk szar. Teljesen igazad van, hogy a meglévő eszközeinkkel nem bánunk túl előremutatóan. Hát igen, például... Az viszont tény, hogy ott nem volt egy 40-50 évnyi kommunizmus, tehát előrébb jártak a fejlődésben mindig. Így van. Tehát ezért mutogattak már nagyon régóta nyugatra mindig, hogy ott hogy megy, és igen, onnan el lehetne nézni azt, ami jól működik. Igazad igen, van. És aztán jött itt is egy rendszer, és úgy érzed, hogy sokat haladtunk. Miközben jöttek az EU-s források,
meg minden. Nyilván nem. De amúgy sok helyen, amúgy fel, például Esztergomba az EU-s közpénzből fel lett újítva az amúgy parkoló főtér. Tehát előtte parkoló volt, ja. Most már egy ilyen sétáló. Sőt, mondom, itt is van a Városliget, ezt nem kifejezetten jó lett, bár ezeket nagyon szeretik a Lipsik ugatni, de itt is például a parkoló lekerült a föld alá, és ott meg park van. Még egy csomó élhető és felújított dolog van a Ligetben, azt szerintem jól megcsinálták. Én csak azt akartam mondani, Ádám, hogy ha kimész külföldre, akkor mindig az a jó abban, hogy jó. Ezeket a dolgokat tudod megnézni. Igen, azokat a dolgokat látod, amik tetszenek benne, és nem veszed észre azokat a nyomasztó nem problémákat. Nem erről beszélek. Csak azt mondod, hogy hogy néznek ki a város. Azt mondom, hogy ha még lenne egy tuti módszer, azt se vennénk át, mert egyszerűen nem tud a politikai gondolkozni. Hát igen, most ez mint Krakkóban, és az Krakkót aztán nem mondta, hogy mennyivel gazdagabb Lengyelország, meg ő is hasonlókan ment keresztül, de Krakkóban azt tudták mondani, hogy ellenállás volt, hogy mondjuk a belvárost azt lezárták a kocsik elől, elégedetlenek voltak az emberek, de meglépték, és most meg már el se tudják képzelni máshogy, és megint bővítik a sétáló utcákat, és szépen átszabják a várost egy emberi léptékre, úgy is, hogy az elején ellenállás volt. El tudod képzelni, hogy most itt lezárják a Király utcát? Annyiban egyszerűbb Krakkónak a dolga, Ádám, azt tényleg egyszerűbb. El kell ismerni, hogy ott egy központot alakítottak ki először. Hát igen, de, itt is lehetne. Hát itt is meg lehetne csinálni, csak hogy Budapestnek sokkal inkább, tehát sok központja van, amit ki kéne alakítani. Mondjuk az a belváros, ott mondjuk a Asztóriától befele, az egy olyan hely lehetne, nem? Egy kiindulásnak. Lehetne, igen. Azt is lehetne, hogy ilyen csomópontokat kijelölni. Hogy akkor azt mondod, hogy igen, a Budi negyed, akkor oda ne lehessen behajtani, akkor az legyen észak negyed. Meg azt mondod, hogy mondjuk a Dunapart. Nyilván egy rendes tömegközlekedés nem ártana, és az is elég frusztráló, hogy itthon mennyi volt a 4-es metró elkészítése. Ezt sem lehet a pénzre fogni, mert többbe került, mint egy külföldi metró, és tovább is épült, szóval ez nem ez lehet azt mondani, hogy jó, bezeg, ez már jó, szokás. Hát könnyű úgy, hogy ott 3 metrót csináltak annyi idő alatt, ugyanannyi pénzből. Hát ez úgy könnyű. De lehet, hogy szar. Mi meg nyilván tanultunk bele, és utána elküldtük Oroszországba, és drágábban kaptunk szar metrókat, ahelyett, hogy új metrókat kaptunk volna olcsóbban. Ezeket nem lehet azt mondani, hogy... Nem. A régieket küldtük felújítani, és újakat kaptunk, amik rosszabbak. Amik nincsen... Légkondis nincsen, de amúgy rosszabb szóval a teljesítmény. Szóval vehetünk volna olcsóbban légkondis metrókat. Legalábbis valószínűleg hasonló áron nyugatról lehet. Nehéz ilyenkor azt mondani, jó, de Hollandiában gazdagabbak. Szóval ezek nem ezen múlnak. Hát amúgy az tény, hogy ebben az országban nagyon sok pénz van, amit folyton látunk, hogy amúgy ugye mikre mennek el. Egészen biztos, Ádám, hogyha normálisan lennének felhasználva a pénzek a mi érdekünkben, akkor sokkal több hasznos. Nem mindenki azt nézni, hogy bazeg, nem tudom még hány éve politikus, pakoljunk, mert lehet, hogy mindjárt leváltanak. Mondjuk most még ettől se kéne félni. A körgyűrűt, hogyha valaha megcsinálnak, az is valószínűleg segítene, hogy egy csomó ember nem kéne átjönni a Pesten. Nagyon sok dolog lenne, és lehet mondani, hogy nincs rá pénz, de hát lett volna, csak hát elfolytak mindenfele. Mindegy, nyilván egy csomó dolgot ugatunk, nekünk az a dolgunk, hogy ugassunk, és nyilván én is tudom, hogy nem olyan egyszerű ez, de egyszerűen legalább azt látná az ember, hogy próbálkoznak. Amúgy addig nem lesz változás szinte, Ádám, amíg nem növi ki magát egy olyan mozgalom, ami tényleg az emberek érdekeit próbálja képviselni, és nem pedig valami saját ilyen réteg agendát nyom, vagy pedig csak azért megy oda, mert azt gondolja, hogy hát ki, ha ő nem? Hát majd ő megmondja. Most eszembe jutnak itt a Pesti utcák, hogy így megy a középen a dugó, két oldalt meg parkolnak az emberek, és így van ilyen járda, ahol egy ember fér el, és ugye amikor babakocsit toltam, akkor kicsit feljebb állt a kocsi, akkor ki kellett kerülnem a úton. Te igazad van, Ádám, hogy ez nem csak egy ilyen utca van, vagy nem kívül, vagy mit tudom, hanem a fél belváros ilyen. Igen. És áll a húgyszag. Húgyszag az van más, hogy az Amsterdam is volt, hanem az, hogy egyszerűen nem tudom, miért ennyire automániás mindenki. Nyilván először azt kéne, hogy egy rendes tömegközlekedés, akkor nem lenne már senkinek se olyan fontos autóval bejönni. Főleg, hogyha nem nagyon tudna hol leparkolni, és az is eszméletlen drága lenne. Meg ez a biciklis kultúra, amúgy ne is akkor külföldre menjünk, például Szegeden, meg Hódmezővásárhelyen sokkal jobban ki van alakulva a biciklis kultúra, mint Budapesten, és ott át is lehet menni biciklivel Szegedről Hódmezővásárhelyre. Valószínűleg, hogyha megadod rá a lehetőséget, hogy normálisan lehessen biciklivel közlekedni, nem az, hogy jó, itt van egy bicikliút, aztán utána old meg, és akkor így ilyen
hányt, hogy mind, hogy érted, hogy oldja? Hát menj be a kocsik közé. Az Alföldön amúgy ezt egyszerűbb, és ezt ki is használják és nyomják. Nyilván nem feltétlenül a városokban, de a városokban is több hely van. De a városok között meg aztán kurva sok hely van, ahova megépítetted a bicikli utat, amíg a Dunántúlon meg itt a hegyek között sokkal kevesebb. Meg hogyha valaki nagyon fél attól, hogy leizzad, ugye, ami vannak elektromos biciklik, amik segítenek, hogy ne dögöljél meg. És arra volt kormányzati támogatás. Igen? Igen. Mindegy, az most kijött belőlünk, ez van ilyen. Hol tartottunk? GVMX csatornája. De ezt szeretném elmondani, hogy nem járulnak hozzá, Ádám, hogy onnan bármit megosszana. Remélem feljelentene. És már ideje lenne bazzen. GVM-nek van egy csatornája, az a neve, hogy a legnagyobbak, ahol reggel beírja, hogy jó reggelt, este pedig beírja, hogy hú, ez hosszú nap volt. Jó éjszakát. Ez korrekt. Nagyon mérges lett a GVM meg a Kulcsár Edina, mert kipakolgatják ebből a csoportból is, hogy ők mit írogatnak oda, és akkor így ugye az exkluzivitása elveszik. Hát bárki beléphet, nem? Ennyire hát igen. Nem gyakorlatilag igen. Amikor beköveted őket, ők hívnak meg valójában. Én is nem magamtól elmentem volna be, csak meghívtak. Volt, hogy el is kapott valakit így az utcán, aki ilyen reddites volt, aki kipakolta. Hogy kapott el az utcán? Nem. De volt írva, hogy reddites. Gondolom. Az a lényeg, hogy az Instagramra, ahol nyilvánosan ki van téve az ő tartalma, bárkinek, hogy felhasználsa, ezt nem szabad felhasználnotok. Amúgy megfejtettem, hogy nem tudják kirakni a gyökerek a dolgokat innen, hogy hangüzenetbe kell beszélni. Amúgy nem én fejtettem, meg Edina mondta, és igaza van. Csók! Hát... siker. Hát ez sajnos ez akkor... Ezért nem fog Nobel-díj járni, úgy érzem. Úgy érzed, hogy nem sikerült. Megpróbálták, de úgy látszik, hogy feltalálták a képernyő felvételt, vagy a mikrofonokat. Az egy érdekes dolog, ezek a influencer hisztik, hogy nyilvánosan kirakok egy dolgot, és akkor az emberek nyilvános dolgokat leszcreenshotolnak, megosztják, képeket továbbosztanak. Az a kedvenc, amikor ki van írva egy ilyen influencerhez az Instagramon, hogy a képek közzététele engedély, köteles, meg tilos. Ez nem így van. Sajnos elfogadtad az Instagramnak a felhasználói szerződését, szóval nem, mostantól nem csak te rendelkezel ezekkel a képekkel, úgyhogy ez kifejezetten röhelyes mindig, amikor ott ezen arcoznak. Nyilván valakit megijesztesz, hogy engedélyköteles, meg hogy tilos, de hát nem így van. El lehet menni vele a bíróságra, és akkor majd ki fog derülni, hogy nem. Szóval minden újságírónak most szólok, hogy léci, akinek ki van írva, hogy tilos a képek megosztása, osszátok meg, amikor csak lehet a képeiket, mert annyira gecél idegesít, hogy ennyire elhiszik ezek az emberek. Én várom, hogy egyszer ezzel bemenjenek a rendőrségre, hogy... De látod, hogy megosztott az a nyilvános Instagram képemet valahol, és így igen, pedig odaírtam, hogy de látod, hogy tilos. Sikerült annyit elérni, hogy már nem rakják ki a magyar oldalakra, a hírportálokra, hanem azért rakják be a linket, az Instagram linket rakják be. Igen, és nem működnek általában. Igen. Azt írják, hogy nem igaz, nem vihetik a fotódat az Instára. Nem azt mondtam, de hát az Instát ugyanúgy linkelhetik. Az Instát ugyanúgy linkelhetik, és utána azzal, hogy a Instára kiraktad, igenis lemondtál egy dolgokról, mert az Instagram is rendelkezik fölötte, nem csak te. Amúgy, még hogyha az Instagram szerződésben benne van, akkor se lesz semmi. Szívesen vállalom azt a bírósági pert, ahol engem végig hurcolnak valahol, mert közé tettünk egy Instagramon egy screenshotolt képet. Mm. Én szinte várom azt, hogy ezért bíróságon járkáljak. Nem, majd most lehet a GVM megoldjon, de lehet, hogy csak elkapja a füledet az utcán, és majd remeg a gyomrod. Ja. Akkor te lemondtál a YouTube filmet jogairól? Igen, egy bizonyos jogokról lemondtam, és a YouTube él vele már, hát ez van. De most nyilván nem arról beszélünk, hogy van valami modellcsaj, leszeded a képét, föltöltöd egy másik profilra, amit megcsinálsz, egy álprofilt, mint hogyha te lennél az a csaj, hanem az, hogy valaki kiszarja azt a képét, és te ezt a képet, ezt így bemutatod, hogy ez a csaj kiszarta ezt a képet. És be lehet linkelni az Instát. De hogyha erre gondolnak, ja. Ádám, hogyha erre gondolnak, hogy nem szabad felhasználni erre, hogy álprofilokat csináljanak vele, akkor ez jogos. Igen. Hát akkor egyetértünk. De hát ők ebből élnek, hogy foglalkoznak velük, nem? Mert a koncertekből. Persze, hogy a koncertekből. Nem tudom, az nem. Meg a modellkedésekből. Szikszó reklámokból. Meg hát igen, mivel ezeknek a celebeknek a posztjai nagy része reklám, ezért igazából nem örülnék kéne, hogy terjed a reklám, hát azért van. Tényleg, még vannak az Instán olyanok, akik mindig csak szponzorált dolgokat raknak, és azt még valaki követi, szóval... Forsznál csenge. De miért követsz egy olyan embert, aki csak reklámokat rak ki? Én személy szerint követek nagyon sok olyan embert, akit amúgy nem követnék, csak azért követek, hogy lássam, hogyha történik.
történik valami. Jó, az a másik dolog, az tényleg vicces, amikor azok szoktak lenni a cikkek, hogy nézd, milyen új Instagram fotója van valakinek. És ennyi a cikk. Csöcsöt villanyított, bögybográcsot. De az érdekes módon nincs problémájuk. Hogyha ez egy pozitív hír. Gondolom nem szokták mindig beperelni a Blikket, meg a Nőklapját. De amúgy azon kíváncsi vagyok, hogy egy hónapra azt mondaná az összes bulvár magazin és a Reddit, hogy hírblokk. Se Edinával, se a GVM-mel semmit nem foglalkozik. Se a tévé, se a bulvár, se az internet. Nagyon rosszul lennének. Rosszul lennének. Hát ebből élnek bazen. Egy hónapig nem foglalkoznak vele, és akkor hirtelen már a tévésre hívna őket, hirtelen akkor már ugye szponzorok se jönnek annyit, mert annyira nem releváns, szóval de mindegy, mert a GVM-nek a havi 12 milliájából megélnének. Havi 12 bazen. Elvileg ugye annyit keres. Nettóba? Hát gondolom, nem tudom, hogy ez adómentes jövedelme, vagy nem. De hogyan? Nem tudom, ezt mondta. Havi de elvileg 12. nem, tehát ezt számolgatták, hogy nem jön ki sehogy, csak ő ezt mondta. Az jó. De csak nem hazudna. Jó, van ez így. Egy kis bejelentés történt. Egy kis érdektelen dolog történt. Ez vicces ez a videó. Kedves egybegyűltek, amely egykor államnak kereslet, már a valóságát elment, amely valamikor még szemde óhajsó. Ami nagyon, szerintem nagyon mókás ez a izé. Na jó, igénytelen. A Zsombi csinálta szerintem. Ne igénytelen ez le. Ja, látom, hogy csinál, de miért? Ez direkt igénytelen, bazd meg. Miért? Miért? Mit te nem is értem, hogy mit mond a Dash, bazd meg. Jó, hát igen. Azért az... van felirat, hogy geci rossz izével. Ez lehet, hogy nem koncepció volt, hogy a Dash nem érdeni, amit mond. De az itt se nagyon hallani majd. De nagyon adom, hogy ilyen úgy van, mint az ilyen vidéki feladatásoknál, hogy ott van az asszonyuk. Aha. Sok a munka, ami előttük, és meg annyi több ember előtt áll, és addig a mai napig keveset fogunk pihenni. Az eredmény nem csak nekünk egy mérföldkő, hanem mindenkinek, aki bármilyen formában támogat. Fé, ezt adom, ezt a bejelentést. Ez rendben van. Lehetne bármelyik földút átadása. Akár azzal, hogy eljött egy buliba, vagy pedig meghallgatta a zenéinket. Tisztelet minden testvérnek. Taps, de sátadja meg a font. Azina. Nem áll szándékomban ismételni az előttem elhangzó mondatokat, nem is szeretnék semmi egyebet hozzáfőzni, csupán ezt. Ez a buli amennyire számunkra meghatározó lesz, annyira lesz nektek is, hiszen ezt a rögös utat együtt tapostuk ki, és tapossuk azóta is töretlenül. Kelleni fogtok mindenki, aki ezt az üzenetet hallja. Tisztelet, szeretünk titeket. Mi van cipzár a fején az Atinak? Szóval ez a legfontosabb kérdés, nem? Egy fontos kérdés. Nem tudom, hogy lesz bejelentve, de ez korrekt. És micsoda a Puskás Aréna? Igen, ez mindig keverem. Rosszat mondtam én is múltkor. Ez kemény azért Puskás Arénába, bazeg. Nem, az első magyar. Ja, hát Red Hot Chili Peppers volt, meg nem tudom. Szóval azt hittem, hogy a legfiatalabb, de hogy nem, az első magyar a Puskásban. Amúgy ez kemény. Lesz halott. Én egy cikkben olvastam ezt, azt hiszem, ahol a jegyet lehet venni, hogy az első magyar. Akkor még nem volt magyar, és akkor most lesz a halott pénz, meg az is. Halott pénz, ez egy Puskás meg tud tölteni? Én nem tudom, lehet, biztos nem vágnának bele, hogyha nem. Tudom, hogy halott pénz népszerű, meg minden, de hogy nem gondolnám, hogy olyan népszerű, hogy akik Puskás kéne. De lehet, valahogy nem a Krúbi, az Arénában lesz. A Jude Law is az Arénában lesz. Látod, ti is keveritek a kettőt. Az Aréna, az ahol az Ati egy... Amúgy egymás egy mellett van. Igen. Halott pénz, 3 teltházas Budapest Arén és 12 teltházas Budapest Parkus koncert után június 4-én lesznek a Puskás. Jó. Akkor később, mert ez május. Amúgy tudod, miért kevered a kettőt, a Papp László sportarénát és a Puskás arénát? Mert mindkettőt arénának próbálod nevezni. Igen. Na mindkettő egy aréna. A Puskás az a Puskás. Okay. Senki nem hívja arénának. Azért ott kb. 50 ezer ember elfér egy koncert erejéig. Azért azt megtölteni, vagy még feléig megtölteni is elég kemény. De hogyha valaki most szerintem megtölteti, akkor az aréna, szóval kiderül. Szerintem menni fog az. De egy nap alatt sold out lesz. Majd föl kell vinni 10 év alatt, jól van ez így, hogy az utolsó jól van ez így ott legyen. És akkor mindegyik néző, aki itt meg szokott nézni minket, az ott lesz. És ott fog, ilyen állóhelyeken ott fognak állni. Én nagyon adnám a megtölteni, de hogy figyelj, a Budapest Parkra, ami 10 000 férőhelyes, 7 perc alatt elfogytak a jegyek, úgyhogy az nem lett, azért tovább mehetne. Aha, akkor csak 35 perc az 50 ezer.
Az elég. Én nem azt mondtam, de hogy fel lehet építeni, szerintem meg lehet. Meg lehet ez az 50. Én szurkolok. Mi is erősítjük ezt egy-két számmal. Úgyhogy sima ügy. Ez azért egy történelmi esemény. Hogyha már koncert, akkor én átkötnék, hogy mit adtak át lesz magazban, mert nekem most nagyon sokat feldobtam. Mondjuk ott sajnos YouTube koncerttel volt megnyitva, ami valakit biztos érdekel, de hogy van ez a... Mi a neve? Sphere. Ami elmetek a legnagyobb ilyen gömb alakú építmény a világon most. Ez a legnagyobb lelt kijelzés a világon. Ezt láttam a belsét, ez elég menő volt. Ez... Van, hogy napközben egy ilyen smiley, ami így nézelődik, és akkor így mennek az autópályán az autók, és ott van egy geci nagy gömb, ami így nézelődik. Hát itt van, hogy mekkora. Hogy elképesztő ez az építmény. Amúgy tök menő olyan szinten, hogy már megszoktam, hogy az összes ilyen fura, nagy beruházású építmény, az általában már Dubajban, meg ilyen helyeken szokott elkészülni. Már a külső is elég menő, és a belső, itt van, hogy milyen a koncertterem. Nézd. Hogy így teljesen körbe van az egész kijelzővel. Így körbe vesz az egész. Nagyon vicces. Olyan, mint hogyha egy VR szemüvegben lennél. Hát nem tudom. De olyan, mint... tudod, mire emlékeztet? Tudod, most vannak azok a green screen helyet, néha használják azt a real-time ilyen Unreal-es izét, hogy van egy nagy kijelző mögéd vetítve. Aha. És akkor azt szokták filmekben már használni, aztán most aztán a Mandalorianban is azt használták, hogy így... Amit a Dancsó használta a Go Crazy-hez. Lehet, hogy elfben hasonló. De hogy ahogy mozog a kamera, úgy a háttér is, és akkor így sokkal jobban lehet, nyilván rád megy a fény, meg akkor nem kell utómunka, meg lehet a mélységedességgel is úgy játszani, meg minden. Szóval az is egy érdekes cucc. Én annak engem arra emlékeztetett, ja, itt egy kép arról, hogy ezek ilyen, nem tudom, ilyen hangulatképek. Nyilván nem a világ megváltó dolog, tudom, de attól még szerintem egy érdekes új építmény, és hogyha Las Vegasban jártak, akkor biztos rohadt drágán, de meg lehet nézni amúgy. Szóval itt van a belseje, hát hogy ilyen az egész, amúgy elég nagy. Majdnem olyan, mint a Népligetben a Planetárium. Elég beteg dolgokat vetítenek ki rá. Szóval ez elég menő. Ott játszott a YouTube, mondjuk az kit érdekel. Szegény Bono. Nyilván ez egy olyan technológia, amit majd, hogyha kreatívan használják fel, akkor jó mókák lehetnek, meg ez egy jó, hogy mondjam, ilyen híres látványosság lesz Las Vegasban. A sejkek, azok már megvették a tárolyzókat, és csinálnak egy kétszer ekkorát ja, Dubajban. Hittem, most rohadt idegesek, mert hát hogy ez igen, nem otthon. Hát igen, ez biztos idegesek, hogy nem Dubajban csinálták meg, vagy nem tudom hol, de már biztos épül. Majd raknak egyet a fal mellé, vagy mi a the line. Minden. Szálltad, hogy már elkezdték építeni? Már kitúrták a helyét. Végig? Végig kitúrták? De ez sivatagban hogy tudsz ki egy helyet? Ezt összefújja a szél, nem? De csak ezt tudod, hogy ez egy animáció. Nem, hát így építik, így nem építik. Látod? Csak azt így oda világítanak, és ott van. Már kész is. Aha, kurva jól néz ki, nem? Megmondták, de mi nem hittük. Aztán. Hát ez tényleg kész van csak. Ez nagyon szépen néz ki, nem? Még felirat is van rajta. Alig várják gondolom az emberek, hogy beköltözhessenek a sivatag közepébe egy börtönbe. Ez egy pénzbörtön állam. 2026-ra ígérték, vagy mi volt? Szerintem tudom, hogy valami irreálisat mondtak. Na hát ott túrják ki a homokban. Tehát tényleg csinálják a lányt. Én azt, amúgy nem tudom, még most is ott vagyok vele, hogy szerintem nem tudom elképzelni, ezt tényleg megcsinálják. Milyen hosszú lesz? 170 kilométer. Én még nem hiszek nekik. Tudom, hogy csinálják, mert tudom, hogy öntik bele a pénzt, mert rengeteg pénz van, de hogy nem tudom elképzelni, hogy ezt tényleg végig megcsinálják ilyen, amilyet most mutatta. Volt egy ilyen, hogy ez most az, lehet, hogy ez az a kép. Ja nem, mert ez megint ezek az idióta. Csak nem tudod már megkülönböztetni már. Nem, mert annyira valósághű. Nem, úgy emlékeztem, hogy volt egy kép, ami így mutatja, hogy ilyen műhold felvételeken, hogy így hogy áll az építkezés. Ennyinek sem mennyi madár fog neki menni szerint. Mondjuk a sivatagban lehet, hogy nincs sok madár. De gondolom, ki fog derülni, hogy hogy a nem tudom, valamelyik madár, ami ugye átköltözik másik kontinensre, pont itt megy el, és az egész populáció kihal, meg mindegyik neki fog menni. Egész. Fajok fognak eltűnni. Ezt azért meg lehet már oldani. Jó, de hogyha mondjuk... Hogyha a Suzuki gyár parkolójában megvan oldva, hogy ne szarják mondjuk a madarat. Itt mész kocsival. Mi az, hogy itt mész kocsival? Itt megyek kocsival, kimegyek a Tesco-ba. És így itt a vol. A sínai félszigeten, a sivatag egyik felé. Ki kell kerülnöm? Vagy elmehetek alatta valahol? Hát nem tudom. Biztosan vannak átjárók amúgy rajta. Nem tudom. A végén van jacht kikötő. De miért fal? Miért ilyen hosszú?
Miért azért fontos, hogy hosszú? Semmi nem volt ott. Ez ott a Vöröstenger partján valahol, vagy hol van ez? Vagy a... Nem tudtak mit oda tenni. Én várom, hogy meglátogassuk a falat, csak úgy érzem, hogy ez egy olyan dolog, amiben nem engednek ki utána. Ez van, amikor beköltöznek majd a robotok. Meg hogy önfenntartó lesz az egész a sivatag közepén. Na, ezért megnézem én azt. Biztosan ott is víz valamennyi. Meg gondolkozom, hogy tök jó ez a fal, de hogy ennyi pénzt beletolni, akkor már lehetett volna valami mást is. Valami hasznosan. Mondjuk, hogyha nincsenek benne emberek, akkor biztos, hogy önfenntartó lesz. Csak a robotok lesznek? Igen. Akkor biztos, hogy önfenntartó. Ahol milyen jó horrorokat lenne. Most elkezdtem azért. Ugye egy éve vettem meg megjelenéskor a Callisto protokollt. Most már is kezdem lassan. És ez ilyenről szól? Hát nem, csak ez jutott eszembe, hogy ez lesz belőle. Igen, az egy börtön, és az elején vagyok, és elterjed valami. És hát olyan, mint a Dead Space, amit imádtam, és ezt a játékot sokan nem szeretik, de én félek tőle azért. Aha, ott egy bácsi. Bocsánat. Így elkezdtem, mondom, most már azért sokat nőttem ahhoz képest, amikor a Dead Space-re játszottam, és most is ott voltam, hogy ez már kezd félelmetes lenni, hát akkor megyek aludni. Hát sajnos teljesen kívüljük az ilyen horror játékoktól. Meg most a Cyberpunkot is most már 3 év után ugye illene elkezdni, most hogyha itt a frissítés, meg a DLC, és nem találom. Most, hogy már érdemes lenne a Cyberpunkra játszani, nem tudom, hogy hol van a 3 év alatt elvesztettem a Blu-ray-ét. Miért úgy vetted meg? Hát, akkor még úgy volt csak? Nem, én úgy szoktam egy csomószor. Aha, szomorú dolgok ezek. Ugye nagy bírságot kapott, a Lira kapta nagy bírságot, igen. Igen, valami 12 millió forintot. És mennyire örülhettek, amikor megtalálták a dolgot. Szóval ugye volt ez a fóliázás téma, le kell fóliázni a meleg könyveket, és a Lirát megbüntették, mert nem voltak megfelelően lefóliázva a könyvek, és most megtalálták a loophole-t a jogszabályban. Kis kaput, magyarul beszél, meg ki lesznek a kommentelők. Ugyanis kezdte írni a kommentet, hogy szép a magyar nyelvünk, miért nem használjátok? Szóltam a csokinak, nem kell nektek, köszi. Kisült, hogy a jogszabály szövege úgy hangzik, hogy a termék a többi terméktől elkülönítve csak zárt csomagolásban forgalmazható, az a vesző, amit itt ír a cikk, az nincsen benne. Tehát azt jelenti a jogszabály, hogy a termék a többi terméktől elkülönítve muszáj, hogy be legyen csomagolva, de arról nem beszél, hogy ha nincs elkülönítve, akkor is be kell, hogy legyen csomagolva. Gondolkozom, hogy a lírások, amikor gondolkoztak, hogy mi a fasságunk, hányszor kellett átolvasni ezt a törvényt, mire ezt így megtalálták, hogy hoppá! Szerintem valószínűleg elég hamar rájöttek. Lehet, de úgy nagyon vicces lesz, hogyha most emiatt megint módosítják majd, vagy nem tudom, mi lesz. Hát ugye egy jogállamban a törvény szava az, ami szerint el kell járni, és ez a jogszabály, ez pedig így szól. Erre ad csak utasítás, hogyha elkülönítve tárolják, akkor zárt csomagolásban kell tárolni. Hát elméletileg nem követett el jogszabálysértést a Lira, de hát a jogalkotói szándék az egyértelmű, hogy mi volt ebben, de hát ugye elvileg a bíróságoknak nem a jogalkotói szándékot kell figyelembe venni, hanem a törvény szövegét. Hát igen, de hát ez a Lira ügyes volt, de számoljon azzal, hogy jövő hétre már a Libri megvette az egész Lirát valószínűleg. Valaki bekopogtatott, hogy most keci olcsón eladod ezt a könyvesboltot, ezt a hálózat nagyon tetszik nekem. Jó, jók a buzi könyvei. Igen, haverommal beszéltük, szívesen megvennénk. Mennyibe kerül ez? A feléért nagyon szívesen megvásároljuk. Igen. És még a minden gondolkozási perceddel megy lejjebb az érték. Igen, holnap már a negyede lesz. Igen. Úgy gondold át. Vagy ugye, ami még egy nagy divat, hogy esetleg egy visszamenőleges hatályú jogszabályt lehetne hozni. Megváltoztatják ezt a veszőhibát, és visszamenőlegesen. Ja. Hát mert ugye mindenki tudta. Hát igen. Hiszen a Kocsis Máté kirakta a Facebookjára, és ott vergődött, úgyhogy hogy nem tudhatták volna. Veszélyes játékot űz a Lira, de hát ők csak a törvényeket próbálják betartani, úgyhogy ez is érthető való, nem? Úgyhogy szurkolunk, hogy betartsuk a törvényeket. Szurkolunk a jogállamnak. Szurkolunk, meg kíváncsi vagyunk, de max elengedik ezt a 20 milliót, ezt benyelik, talán ez be tudja... 12. De ezen még van Netflix logó is? Ja, gondolom, csináltak a Netflix-ek sorozatot belőle, és akkor... Mennyi förtelem? Borzalom. De akkor ezek szerint még a Libri is rosszul értelmezte az jogszabályokat. Meg mindenki. Hát igen. Azt megnézném amúgy tényleg mindenkinél, hogy amikor elkülönítve van, akkor be van-e fóliázva. Ja, úgyhogy most lehet menni és ott szétbírságolni őket. Ja. Origo, ezzel zárjuk a napot. Simor Dániel, a Telex újságíróját lebuktatta az Origo. Á, oknyom az az Origo! Ugyanis Simor Dániel aludt a parlamentben.
Pedig azt tudjuk, hogy csak a politikusok lehet, miközben ott ülnek. Hát igen, igen, és hát erről elég sokat cikkezett az Origo, a régi cikkében az volt a kérdés, hogy vajon részeg volt-e, ott lehet szavazni, hogy részeg volt-e, másnapos, pontosan ugye ez a nézd, kép. Még a cipőjét is levette, de ha nem vette volna le a cipőjét, ez lenne baj, hogy miért cipőben. Igen, nyilván. De Deák Dani ilyenkor megint ugye egészé lesz. Részeg volt. Igen, nézd. Nem, hát, másnapos, fáradt. Vagy nem volt részeg. Igen, nagyon fontos a kapcsolódó történet, hogy Lyukas volt a hatházi zoknia. ez fel. Hát ezek a legnagyobb problémák azért ma a hazánkban. Éppen ezért ki is tiltották. Kitiltották a parlamentből, mert nem viselkedett megfelelően. Nem tudom, én pofátlan mondom, én is néha ledődök ilyen helyekre, hogyha egész nap dolgozom. Azt se tudja, hol van. Érdek, Dani. Mennyire illetlen a baloldali újságíró? Dér Steffi. Nyilván. Büdös neveletlen kis szarkup, az bezeg Orbán aludna itt, akkor néha biztos sokat dolgozott a hazáért. Be se menjünk, hogy a házelnök úr hogyan beszél amúgy a parlamentben, az biztos, hogy azzal semmilyen méltóságát nem csorbítja a Respekt háznak. Tudná, hogy mi Simor Dániel. Az ásdanék, bazzeg. Őket meg is kitiltották. Az képest, ez semmi. Úgyis túl sok kérdése volt. Ja, no, nem tud egészséges. Tényleg azon gondolkozom, hogyha egész nap arra várnék, hogy arra járjanak politikus, beülnek 6 órára szavazni, akkor én is lehet, hogy ide dölnék egy kicsit. De Ágdani az valami mennyit cikkezett arról, amikor a Pálfi részeg volt a parlamentben. Egy országgyűlési képviselőtől jobban zavar, hogyha bemegy részegen, mint egy újságírótól. Nem tudom, úgy tűnik, hogy a De Ágdanit fordítva érdekli ez. Az amúgy valahogy derék, hogy az újságíróktól már többet várnak el, mint a megválasztott képviselőktől. Bár lenne köztük egy újságíró. Például az Origóban, akit el lehet várni ilyesmit, hogy ne legyen tök részeg. Mindenkinek köszi, aki itt volt. Ezt egy kicsit bemelegítettünk, és... Minden héten bemelegítünk. Egy hónapja jövünk hát rá. Csak ezt edd magad. Most egy kicsit ilyen beszélgetős, és indítottuk a hetet. Úgyis még lesz elég nyomasztó szar hír, úgyhogy most örülök, hogy nem csak az volt, hanem más nyomasztásokról beszéltünk. És a héten elindítjuk a, nem a tudományos csatornát, még az készül, de azt is elindítjuk a hónapban, az október 2. felébe lesz. De a héten elindítunk egy ilyen, milyen csatorna ez? Ez gyűjtő. Hát, gyakorlatilag egy fókuszcsoport 2, azt kell. Hát nem ilyen az, mert minden csatornáról majd vannak ilyen tartalmaink, amiket nem akarunk a fő csatornára felszórni, hanem ilyen lazábbak. Ebben lesz olyan, hogy mondjuk az egyik, amit kirakok, az, hogy rengeteg mókás komment, meg érdekes, meg szigorú komment is jött a Dancsós videóm alá, és akkor azokra a Borkával válaszoltunk. De ezek ilyen hosszabb videók lesznek, amiket így be lehet rakni a háttérbe, csak a leghardkorabb embereknek. Ez nem arra van, hogy itt bárki, az tényleg saját felelősségre fogyasszátok. Hát, aki nem nézi meg, az buta akar maradni. Igen, és ugye amúgy már vettünk fel olyat is, hogy a Csokival meg a Borkával játszottunk egy olyan játékot, aminek az lett a vége, hogy csak ordibáltunk egymásra. Ilyenek is néha lesznek. Lesz néha olyan, hogy jól van ez így, és kommentek közül válogatunk, és akkor arra válaszunk, lesz, hogy lehet kérdezni, lesz, hogy lehet videókat beküldeni, és azt mindenféle, hogy mondjam, ilyen interaktívabb dolgokat próbálunk oda, meg ilyen kicsit lazább dolgokat, amit nem akarunk a fő csatornára. De ez, hogy a Nessai-t megverjük FIFA-ban. Ja. Hogyha itt lesz a Nessai, akkor kihívjuk. Nyilván valószínűleg rongyál verne minket FIFA-ban. Elvertem múltkor. Jó, de ott nincs, itt nem akarok elvárást. Ott, hogy mondjam, ott... Ez ott, egy elvárás. Oda bármit felszólhatunk, úgyhogy az arra lesz ez a csatorna. De ez tényleg csak laza. A másikat meg most készítjük, meg vágom, meg minden. Igen, meg majd lesz Sünnel LOL stream. Igen, az nagyon hiányzik amúgy. Figyelj, amúgy egyet felrakhatunk amúgy is. Ja, hiszét, Rodi is nyomja. De úgy fogja végignyomni a csendben. Igen. Ott lesz a feje. De az is lehet, hogy csak felveszük a sünte, hogy így számítógépezik 2 órát, és mindenféle gameplay-ekre így felszorjuk. És mindig ugyanaz a 2 óra, hogy csak így nyomjuk. És lelopjuk a Getsio gameplay-eket? Igen. A Nessai gameplay-ének rárakjuk a sünfejét.
elmetek attól lehet nagyon sikeres, az sem, mint az XQC, hogy így YouTube videókat nézünk, és kusban végignézzük. Hát de ez itthon is működik, csak a YouTube-on ugye a Bandi, csak ő beszél közben, az a probléma. Az a probléma, hogy elmondja a véleményét. Ja, hát nem. Itt baszta el a Bandi. Csak köpköd. Mikor ezt látjátok, ma ott lesz a leírásban ez a csatorna, akit érdekelnek ilyen lazább streamek, amit így a, nem tudom, hosszú a munkátok, érted, és akkor valamit még beraknátok háttérbe, ez arra lesz. Ja, mindig, mikor a Netszájra kattintanátok, akkor tudjátok, hogy van más. Amúgy meg, jól van ez egy csatornán, holnap ismét találkozunk, mert holnap mi újra itt leszünk. Kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek.